A Magyar Kanizsai Birkózóklub kiválósága Madridban a szerb serdülő válogatott tagjaként 69 kg-os súlycsoportban nyerte meg az aranyérmet, és ezzel megismételte a tavaly Magyar Kanizsán megrendezett mediterrán bajnokságon elért sikerét. Súlycsoportjában körmérkőzésen döntöttek a végső sorrendről. Görög, portugál, majd spanyol ellenfelét Ákos maga biztosan verte. A negyedik meccsemen egy horvát fiúval birkoztam, őt is ismertem, tudtam, hogy jó birkozó, számítottam is rá, hogy kemény meccs lesz, és ez így is történt, de viszont én voltam a jobb, úgy éreztem, hogy föl tudtam kerekedni rajta, és aztán sikerült is a meccs. A fiatal birkózó válogatottként és immár kétszeres mediterrán bajnokként bizonyítani szeretne három nagy nemzetközi versenyen is. Az Európa-bajnokság, amit itt Szabadkán rendeznek meg, és a Refik Memisemit emlékverseny, amit szintúgy Szabadkán rendeznek meg, majd augusztus végén a világbajnokság, amelyet Szarajevóban, Bosznia-Hercegovinában rendeznek meg. Ákos az Orosházi Sportgimnázium tanulója. A testnevelő tanárnak készülő fiatal birkozó legfőbb vágya, hogy kijusson a világ legnagyobb sporteseményére, az olimpiára, és megszerezze az olimpiai bajnoki címet. Meg akkor nagyobb lenne az esélyük.